Szevasz, üdvözlünk mindenkit ezen a szép napon reggelen, délutánon, képzeld el, kora reggel van. Hány óra van nálunk? 8:40, 8:50. Bár az én órámat siet 2-3 percet. 8:40. Ja, minden óra más mutat. Na mindegy, azért keltünk ilyen korán, mert miért keltünk korán? Hova megyünk? Hajózni. És nem másért megyünk hajózni, elmondjuk, hogy miért megyünk hajózni. Azért, mert szeretünk járni hajózni, ugye, hol vagy? Azért, mert szeretünk járni hajózni, de ma más oka van neki. Ugyanis a héten, itt mi nálunk, a folyón, ahol bejön az óceán, ahol szoktunk hajózni, és az a víz ugye fejjel megy az északi részre, meg a déli részre, ilyen folyó. Ahol laktunk, a házunk, a régi házunk is volt, és azon a részen, nem ahol laktunk, hanem a túlsó déli részen nem más találtak, mint 5, nem egy, nem kettő, 5 darab, micsodát, cápá! Képzeld el ilyen bull sárkot, nem tudom, hogy a bull sárk hogy hívják magyarul, az milyenféle fajta cápa. Ilyen nagyobb, nem az a hatalmas nagy cápa, de ilyen nagyobb cápa. És 4 vagy 5 darabot megfogtak már, de a többit még nem fogták meg, és azt mondták, hogy rettentő sok feljött valami oknál fogva. Úgyhogy ma mi elmegyünk, és cápát keresünk, úgyhogy megyünk cápa keresésre, hogy fogunk-e találni, vagy nem tudom, ugyanis a víz az rettentő nagy. Ugye? Szerinted találunk cápát, vagy nem találunk cápát? Hogyha... Szerintem, hogy találunk, de én igaziból nem akarok találni. A víz az rettentő nagy, úgyhogy az esély annak, hogy találunk cápát, vagy belugunk a vízbe, és elmegyünk 24 és minket tesz meg, szerintem nagyon kevés. Bár van rá esély, de nem ide. Úgyhogy elmegyünk, ha keresünk, ha találunk, akkor hazahozzuk, és nem tudom, berakjuk abba a felfújhatós úszómedencébe, bár lehet, hogy nem félne bele. Ami nem fogjuk hazahozni, hogyha találunk, akkor így lefilmezzük, megnézzük, max kifogjuk, ráugrok a hátuljára, így meglovagoljuk, hogy valami hazahozzuk, és megesszük. Ami a cápa hús, én ettem egy párszor, én annyira nekem nem a kedvencem. Ettél már cápa hús, vagy nem? Nem. Biztosan nem ett? Nem. Én annyira nem szeretem a cápa húst, jobban szeretem a másikat, úgyhogy ami nem hiszem, hogy meg fogjuk tudni fogni, vagy ki tudnánk fogni, de mi van horgászbotunk, de ha azt bedobjuk, szerintem annál nagyobb horgászbot kell meg erősen. És a bullsák, írjad be, megmutatjuk, hogy néz ki ez a bullsák. Ez a bullsák. Itt a gólkoszton mi nálunk, onnan néz, látod milyen nagy? Aztán van itt egy másik is, mutass rá arra az... Nem tudom, hogy embert mutassak-e, vagy nem mutassak. Hát ez azért már meg tud harapni. Nem tudom, hogy hozzánk mekkorák jöttek fel, de ahogy mondtam, valamiért feljöttek. Úgyhogy tudom most, mi lesz a baj. Lukács, tudod, mi lesz a baj? Mi? Az, hogy anyukám, a mama mindig aggód, hogy hát, ha valami megharap minket a vízbe, főleg egy cápa. Nem mondjuk meg neki. Úgyhogy csak az a baj, hogy valószínűleg most már ő is látta ezt a videót. És nem lesz nagyon túl boldog mi velünk. De na mindegy, nem is legyünk cápát nézni, csak megyünk hajózni szokás szerint. Ja, hogy nem nézzen, az csak brutál. Hát persze, legyünk úszni a melegbe, nem cápát, legyünk borrászni. Na mindegy, a Davis itt hamarad, ugyanis a Davis képzeld el még mindig beteg, megfájult a füle neki a héten, megint felment a láza, egész éjszaka nem aludtunk, vagy nem ma éjszaka, 2-3 éjszaka ezelőtt. Be kell, ja, nem csak az, hogy horkolt, hanem be kellett finni, képzeld el éjszaka az ügyeletre, olyan 1 óra valamikor, és na minden, nincs a legjobban, úgyhogy ő felesége megint itt marad, és mi megyünk ketten adjuk össze, úgyhogy induljunk! Megyünk kifele, itt vagyunk a vízen, ahogy látjátok, most jövünk ki a kikötőből, és nézd ott, oda nézd, ott nem határom vizet. Hol? Ott. Ja. Ott puszik. Erre fogunk. Ja. Kijöttünk a kikötőből. És nem tudom, erre megyünk, jobbra vagy balra? Lukasz, jobbra vagy balra menjünk? Menjünk jobbra ugyanúgy, arra befele, és ma meglátjuk, hogy látunk egy cápát, vagy nem. Az biztos, hogy elmegyünk, mit csinálni? Egyet úszni! De rettentő ideg van! Meleg, nem ideg, rettentő meleg van, 36 fok van, és 9 óra 29 perc van jelenleg. Mikor jöttünk az autóval, 36 fokot mutatott. Ugye, Lukasz? Rettentő, ilyen izzadós, nagyon ilyen meleg idő van ma reggel. Úgyhogy a vízbe vele kell, hogy menjünk mindenképpen, hogy egy kicsit leütjük magunkat. Valószínűleg, hogy átmegyünk arra a túlfelére, ott megállunk, megreggelizünk, ugyanis én nem reggeliztem. Te reggeliztél? Ja. Jó, akkor csak én reggelizek. Aztán utána beleugrunk, leütjük magunkat, és hogyha közben látjuk a cápát, akkor rágunk a hátuljára és megalapoljuk. Hogyha nem, akkor megkeressük tovább. Erre megálltunk, ugyanis a Lukasz azt mondta, hogy látott egy
vagy egy cápának a minek hívják azt a tetejétől, ami kiáll a vízből, vagy... Nem, én azt mondtam, lehet, hogy delfin is. És a delfinek itt vannak ezen a helyen általában. Legalábbis erre itt is vannak. Hol? Hol? Na várunk akkor még egy kicsikét, közben jönnek a hajók mindenfelé, mindjárt kikerülnek minket, bár hogy a cápa akkor most eljeszti a hajót. De a delfint is. Sehol semmi, a hajók most már itt elmennek, a második is megöttem, úgyhogy menjünk tovább. Hú, te ott jön egy ilyen nagyon nagy, nem cápa, olyan nagyon nagy hajó, a GoPro nem tudom mennyire lehet látni, de az nagyon nyomja a vizet az a nagy fejre a távolba. Ott. Oh-oh. Menjünk tovább. Na itt, megyünk mostan. A derjeszik már, ő nem evett mégis, akkor úszunk! Nem tudok várni. Tudok csak kiugrani most! Nem szerintem, hogy hal. Na kikötöttem! Hoppá, kicsit nagyobbak itt a hullámok. Itt álltunk meg, itt a part mellett legelőször. Nem hiszem, hogy vannak cápák, ott egy kisgyerek úszik a vízbe. Úgyhogy ha láttak volna itt az emberek cápát, biztos, hogy senki nem úszkálna. Már sose lehet tudni, ugye is a cápát ugye nem lehet látni, mikor jön, ha csak nem a víz fölött jön. Úgyhogy itt most kiszállunk, de előbb megreggelizek. Miközben biztos nem kér semmit? Inni rettentő meleg van. Próbálok hátra jönni. Hoppá. Mi van, kimész? Ragd le a létrát. Itt van. Ja, ott a létre. Vár, nem is kell a létrát. Nézd meg, milyen pici a vízén, ki tudunk már ugrani. Mert vissza felhúzom a motort. Bele tudsz menni? Vagy ki tudsz szállni? Vigyázzál! Én még kiúzom a motort. Hideg? Én tudtam, hogy egy hideg. A víz az azért akkor is hideg. Ott nem madárka, te. Na mindegy. Felhúzom a motort. Na nézzük, mi van az eszkibe? Kivesszük. Amúgy mutatom, mit csináltam. A szőnyeget még mindig nem ragasztottuk le, bár beleraktuk ugye az újat. Le kell ragasztani, csak a közepe van leragasztva. Ezt elkezdtem tisztogatni, ráraktam egy ilyen matricát, hogy jobban nézzen ki, nem tudom, hogy rajt hagyom-e vagy nem, majd meglátjuk, hogy meg akartam egyelőre próbálni. Ide is ráragasztottuk a szőnyeget, hogy jobban nézzen ki. Oda is ráragasztottuk a szőnyeget, nem ezt, csak a szőnyeget, ez most ilyen kényelmes ülés. Itt van egy pár ilyen rongyom, amit el kell pakolni. Mit csinálsz? Már úszol? Ha nézzük, mi van az eszkinkbe. Nézd, hoztunk ilyen, nem is tudom micsodát, ilyen csipit a lükösznek. Itt a szendvicsem. Hoztunk egy ilyen megmaradt csokit, ugyanis ez az enyém. Aztán vizet, teát, kólát, monsteres energia, italt. Vagy egy kicsit felébredjek, ugyanis még nem vagyok magamnál. Jött egy hajó, és most itt van a hullámok. Hova ugrasz ki? Te én most nem ugrok ki, megeszem ezt a szendvicsemet, aztán kiugrok. Oké. Akkor úszunk. Ja, utána úszunk. És megnézzük a cápákat. Ha lehet, hogy kiabanik a kinti részre, átval több szerencsénk lesz a cápával. De meg reggel is szemtem, most én is kiszállok, aztán megnézzük, milyen ideg ez a víz. Ugrunk bele. Oh. Ja, szóval, hogy a héten vagy jövő héten ki kell venni a vízbe, látod milyen az alja. Le kell magasra máshúznom, szóval lassan majd le kell festenem. Ezt ha megfogjuk, azt is takarítani. Na mi ez? Ez jó hideg, hallod? Na mi van? Ide megyünk úszni? Vagy... Ja, nem tudom, miért a ideg a víz. Komolyan mondom, olyan meleg van, 36 fok, de amint melemész a vízbe, meg akarsz fagyni. Legalábbis egész addig ugye még bele nem mentél rendesen. Nézzük a hajót a túloldalról is. Mit? Miközt nem tudom, mit mondott. Esett az eső tegnap, nézd ki, ráesett ide, és tiszta maszatos. Látod ilyen? Ezt le kell kicsit mosni. Már ahogy mondtam, úgyis kiveszem a vízből a héten. És magasra másúval át fogjuk mosni. Na, álltuk egy kicsit a hajón, beljebb húzom, ugyanis jön kijebb. Aztán úszunk egyet, azt hiszem, itt mindjárt, vagy megyünk tovább, majd meglátjuk. Cápa? Van cápa? Nem, cápa. Van cápa? Nincs cápa. A ja, belement a víg. A levegő. Ja, na ide rakjuk addig a kamerát vissza. Elindultunk tovább ugyanis, átmegyünk a túlfelére. Ott egy kicsit jobb a víz, jobban lehet majd búvárkodni. Itt egy halászfaj, oda néz. Ez rendesen halászik innen az óceánon. Közben megyünk mi kifele. Elkerüljük ezt a sziklás helyeket, amit lehetne buvárkodni. Csak az a baj, hogy megint ugye hétvége van, és sok a hajó, és nem akarod, hogy véletlenül valaki elüssön. Le tudsz rakni ilyen bójákat, ilyen kék bóját, akkor tudják ugye, hogy itt vagy. Csak az a baj, hogy sok ember nem tudja a jelzéseket, meg semmi se, csak megy a vízen mindenfelé, amerre lát. Főleg a turisták, vérelek ilyen hajókat, vagy jetskiket, ilyen kisebbet, és mennek mind a világtalan.
Mi az? Ja, azt kérem. Gyere ki, miközben kicsit fázik. Mondtam, üljön ide ki a napra. Ha megy a pólód, azt majd rakjad ki a napra, hogy megszáradjon. Ott van kint, jó? Aztán megyünk tovább. Ja, köszi. Lucas megpróbálkozik kimászni az elejére, és úgy fog csinálni, mint a Titanicba a mi volt a neve a Jacknek? Ja. Meg a... Flying! Ja, flying! Oda, üljél le szépen, és nagyon kapaszkodjál. Hol? Ott majd abba... Én nem tudok felmenni. Hát nem, oda felmész a szélére, aztán oda kimászol szépen. Nem. Várjál, jönnek a hullámok, egy kicsit várjál. Olyat! Mindjárt kiesünk belőle. Azért nem is voltak nagyok a hullámok. Mindjárt végezett. Ahogy te bevettem a fejemet ebbe a hízre. Oda baj, jönnek itt a jetski. Ma mindjárt itten kitisztulunk. Na, figyeljél. Na most lassan mehetsz. Lucas még mindig próbálkozik, nekem nagyon kapaszkodja. Ügyes vagy. Ugye, hogy ki tudsz oda menni. Ja, na mehetsz. Ja, még menjél csak. Oda menjél. Ja, ott le fogsz csúszni, mint a csúszdán. Figyelj, vigyel, esik. Nem esel le, szép lassan menjél. Hát tudom, hogy meleg. Na menjél előre. Rakja a lábadat oda a vasmacska közé. Úgy, mondta, hogy le fogsz csúszni. Na látod, na milyen? Na most mindjárt kicsit nagyon beindulunk. Azt nehogy bedobjad nekem. Na, azért csak sikerült a Lucasnek kimászni. Nem tudom, mit mondva, nem hallom. Én tudod fogni! Ja, ott tudod fogni. Ügyes vagy. Lucas, jönnek a hullámok, ugye most kapaszkodjál, jó? Lucas felvette a felsőjét, és mondtam neki, hogy nincsen bekötve, bekenve a háta. Nézd, valaki ott repül az a mi van? Az E2N-jével, most húzzák fel. Nincs bekenve a háta, hogy nehogy véletlenül ugye leégjen. És most ráfordulunk a hullámokra, Lucas az kapaszkodik mind a fene, ugye? Ja, nem úgy, rendesen. Valahelyzetek meg ott mindjárt repülnek. A hullámok a kamerán annyira nem látni, de meg lehet őket azért érezni. Úgy néz ki, hogy a pici lenne, de elég nagy. És ó, az nézd, szép lassan ráfordulunk, akkor ugye nem esik bele senki a víz, meg nincsen gond. Na ide, fordulunk vissza, aztán megyünk tovább. Cápát láttál már? Nem? Cápát még mindig nem láttuk, úgyhogy megyünk tovább. Annyian vannak a vízen, hogy a cápák most nincsenek szerintem sehol. De még a delfinek se. Elzavarják a hajók ugye. Ott az óceán, sokan mennek ki meg be amúgy. Na mutatok valamit gyorsan. Ott az a hajó, ott vannak a lányok. Nem tudom, mennyire lehet látni, hogy mennyire nem. És múltkor itt kint voltunk, ugyanilyen lányok voltak rajta, hogy ott fényképezik őket, ilyen modell lányok. Aztán volt vagy kettő vagy három ilyen hajó kint, mert ennél jobban nagyobb. És mesztelenül voltak rajta a lányok, olyan mondom, de sok volt rajta, ilyen szépek voltak. Milyenek lettek volna ugye? Mindent csak mondom, hogy sok érdekes dolgot lehet látni ugye a vizen. Lefilmezni nem akartam őket, mert nem is filmeztünk. Mi van a vizen? Cápa? Mi úszik ott? Nem, csak egy fadarab, azt hiszem. Nem megyünk neki. Lefilmezni nem akartam őket, ugye mesztelen a lányokat azért nem filmezünk, mert YouTube-re is tiltottam volna, csak gondoltam, megosztom veletek, hogy sok érdekes dolgot lehet látni a vizen, mikor itt hajózó. Ja, az nem cápa. Na mindegy, még jól vagy? Akkor jó. Kikötünk, ki tudsz kötni, vagy kell segíteni? Mi? Itt kikötünk ezen a félsziget, rendes sziget, és körbe megy. Nagyon addig a motort, lehet le kéne állítani. Onnét jöttünk. Nem azzal kötünk ki, te azt a kötelet, azt hagyjuk. Leveszed a vasmaskát onnét, és alul kidugod. Várjál, megyek. Leállítom a motort. Kimászok a Lucashez, ugyanis nem tudja, hogy kell kikötni. Jajjaj, mindjárt én is beleesek. Na meg vagy, figyelj, mutatom, hogy kell. Nem úgy kell, azt, jaj, igen, azt ott kiengedjük először. De úgy csináljuk. Na, ülj addig hátrább. Fogd a kamerát. Ülj hátrább. Ezt látod, levesszük. Ide, engem, ne a seggemet, a vasmacska. Rárakjuk elmet. Figyelsz? Ja.
Ide erre rárakjuk, ott a vasmacska, hogy szépen leengedjük. Nem dobjuk, hanem engedjük. A vasmacskát mindig engedjük és nem dobjuk. Oké. Okay. Jó? Csak a filmekbe dobják, mint a nem tudom mi. Oké, okay, tudom, hogy kell dobni. Jó, fogjad. És kész, ott a vasmacska, hogy lehet látni. Nem akad bele rendesen a homokba. Én majd valamit kell vele csinálni, ugyanis a víz el fogja vinni. Nyitabbink a parton, így vigyázz, ne esélyed bele, vagy ugorjál bele. Úgy néz ki, nem olyan mély, azért szerintem. Nem jelöltük megint meg a kötelet. Meg kell jelölni, hogy tudjuk, bár nem lett mélyebb, mint egy méter, másfél talán. Úgyhogy hátról ugorjál bele, jó? Mi? Úgyhogy itt megálltunk egyet, és megnézzük a cápákat. Hú, de lent a víz, átlávazottan vízbe van az a része, van, ingyen átmenjünk. Amúgy megmutatjuk, tudom, mit mutatunk meg? Hogy mi a múltkor, múlt héten kiégett egy hajó itt a vizen, megérték el, ott van, jöttek a tűzoltó, pont akkor jöttünk el erre autóval, ott azon a részen égett a hajó. Ott az a hajó, amit most nem lehet nagyon látni a kamerán, ott van a parton, leégett teljesen. Akkor jöttünk erre, jöttek a tűzoltók, a jetski már próbálták oltani, és majdnem ott teljesen leégett a hajó. Ugye menjünk arra felé, megmutatjuk nektek, hogy hogy néz ki. Nem tudsz kijönni? Nem tudsz kimenni? Ami egy ilyen lakóhajó volt, hogy miért égett le, fogalmam nincsen. Ja, tudod mit? Ugorj! Olyan mély nem lehet, hogyha elmerülsz, vegyél nagy levegőt. 3-2, nem úgy, ugorjál! 3-2... Akkor adjuk a dolgjövesznek! Nem, hát annélkül ugrunk be előtt. Tessék, addig ne rakd fel, mert le fog jönni a fejedzsel. Még mielőtt beugrasz a vízbe, azt sose rakd fel a fejedre, mert ha beleugrasz, a szemek úgyis le fog jönni. A Lukasz az nem hallgat rám. Hallgatsz rám? Ne ragd fel, mert ha bemész a víz alá, le fog el. Jaj! Ja, jönnek a hullámok. Na mehetsz. Azt hiszem, hogy megy a hajónk, ugye azt a, meg kell néznem azt a vasmaskát. Na menjél! Na menjél! Na, látod? Ilyen mély volt a víz. Na, jövök én is aztán. Hol az én szemvegem? Napszemvegem az megvan. Elment. Itt meg az én szemvegem van. És megyünk. Mit csinál? Te! Úgy kell búvárkodni, beledugod a fejedet, mint a struc. Mint a struc beledugja a fejét a vízbe. Te! Na minden, menjünk. Szóval jó lesz itt a hajó. Elnézem ezt a horgonyt, ezt a vasmacskát. De azt mondja, kell vennünk egy nagyobbat, ugyanis ez nem a legjobb. Ne fröccsölje! Ez nem a legjobb, mert nem tud rendesen belemenni a homokba sokszor. És akkor jönnek ilyen nagyobb hullámok, ugye a hullám csak viszi mindenfelé a hajót. De megmutatom, hogy mennyire dugtam bele. Ja, aztán, hogy itt jó lesz. Na, jó? Annyi akkora hullám itt nincs, de kell vennünk egy ilyen nagyobb méretet majd. Kell egy ilyen nagyobb méretet, hogy le tudjuk ugye meg tudjuk állni más helyen, mélyebb vizekbe is, és hajó nem fog menni legalább sehova. Úgy buvárkodik a struc. De, na mindegy. Számprát nem látni még sehol se. Aztán ki tudja. Mit talált? Valamit találtam a víz alatt. Nézzük a hajónak az olját, hogy mennyire kéne megtakarítani. Rátere egy takarítás, hogy néztem. Megnézzük ezt a vasmacskát is még egyszer, jobban bedújt a homokba. Állj! Húzom a hajót. Nézd, milyen erős vagyok. Így el tudjuk húzni az egészet. Nézd, hogy jön. Te! Hol a Lukasz? Lukasz, nézd, hogy elhúztam a hajót. Húzogatom, mint a játékhajót. Na, gyere ide, lerakjuk. Oké, na figyelj, lenyomom. Te! Cápát nem találtunk, de akkora halakat, ekkora. Mutatom mekkora. Legalább fél méteres. Itt a Lukasznál elúszott. Úgyhogy... Gyere visszafele.
Lebogok a víz alá, megmutatom, hát ha itt vannak még akkora halak. Figyelj! Kilátta, ott volt a stingray, a lefény hal. Ne, itt van a lábamnál valahol, megy körbe-körbe. Megvárjuk, még elmegy. Ilyen picik ez, nem az a nagy. Hát nem tud csinálni semmit. Nem, de olyan stingray ölte meg a Steve Irwint, emlékszel rá annak idején? Mindenki ismeri a Steve Irwint, és az úgy halt meg, hogy ilyen nagyobb lepényhal ugye megszúrta. Ez ilyen kis picike. De ott volt. Próbáltam lefilezni a kamerát, nem tudom, mennyit lehetett látni, de az előbb ilyen nagy halak is voltak mellette. Nem kell félni. Sok minden van a vízbe. Cápa megint nincsen. És nem viszik hozzá a cápát. Mi van, jössz? Az előbb simán jöttél, amikor ment a hajó, most már nem visz kijönni. Hiász, az dokol a vízbe, addig az oldalába. Öj! Ezt is kidobjuk. Bedobtuk. Meg vagy? Oh, ide kiülünk. Hideg, meleg. Ide kiülünk, egy kicsit felmelegedünk. Úsztunk egy jót. A víz alatt cápát nem találtunk. De láttál cápát? Itt fel tudunk melegedni egy kicsit. De egy halakat láttunk, nem tudtam őket lefinezni ki azt a nagy lepényhalat. Többit az sajnos nem. Néha ennyire fázol? Az ilyen hideg nincs. Még mindig van vagy 36 fok biztos, vagy kint a vízen annyira nem lehet most érezni, főleg, hogy kijöttünk belőle. Oda néz, lehet látni az alját neki. Ahogy mondtam, nem olyan túl, mely egészen körülbelül odáig, így eddig. Úgyhogy most felhúzzuk a horgonyt, amit most elég jól benyomtam oda a homokba, de kell egy ilyen nagyobbat venni majd valószínűleg nem sokára. Oda néz, ott olyan repülő. Az a vízi repülő. Próbálok oda menni hátul, addig belerakom a kamerát. Aztán lassan elindulunk. Jöttek ezek a jetskik, meg ezek a hajók. És egy kicsit nehéz mászkálni, bár innét, hogyha belenézünk, nem látni semmit. Gondoltam, átlátjuk ezeket a nagyobb falakat, akkorák voltak, komolyan mondom te, legalább ilyen fél méteresek. Nem látni sehol semmit. Úgyhogy most nem más csinálunk, mint... Mi is rajtam a fősőm, most jut eszembe. Te! Levettem a fősőmet, úgyhogy föl, nem, másikat meg nem hoztam ki, meg kell gyorsan szállítani. Azt mondta, hogy valami furcsa, Lucas. Sose szoktam fősőm nélkül lenni. Na minden. Úgyhogy nehogy leégek, mert nem kentük be magunkat napteljel, vagy ilyen napolajjal. Próbálok hátra mászni és bemászni itt oldalt. Hogyha be tudok, megszálltjuk a fősőt, iszunk egyet. Lucas, mit kész inni? Vizet, teját. Hoppá! Mit? Semmit. Akkor vizet kérsz. Ja, ugye. Csak rá kell beszélni. Én is sokat kell inni a melegbe, hogyha úgy érzed, hogy nem is vagy szomjas, akkor is kell azért inni. Nézd, csepegj be a víz az új asztalra. Erről a fősömről. És visszaérkeztünk. Lucas, már megvan. Mutatom, hány fok van. 39. Mondjuk az autó kint állt a napon, úgyhogy a 39-ből vegyünk le egy pár fokot, mondjuk 35, 4, nem tudom, ahogy mondtam reggel, 36 volt, mielőtt ugye elindultunk, és rettentő meleg van megint fel itt az autóba. Na igen, jó volt úszni? Ja. Szerintem jó volt így egyet reggel korán kimenni, úszni egyet, lehütteni magunkat, és most menjünk haza. Ami rettentő sokan voltak most már a vízen, ugye? Mert mindenki két délután a legnagyobb meleg, ugye dél van, 1 percen múlott dél, az órában most már 3-mal, az autóban rendes idő van, csak 1-jel, úgyhogy most hazamegyünk, megelvédelünk. Cápát nem láttunk, nem tudom, hogy szerencsére, vagy nem szerencsére, de nem láttunk egyet, valószínűleg szerencsére. És ha láttunk volna egyet, na minden, legalább nem harapott meg. Ja, legalább nem harapott meg minket. Na nem baj, ugye majd legközelebb. Én azt mondom, ezt a mai videót itt már befejezzük, és most már semmi érdekeset nem fogunk csinálni, csak azon inkább idelünk, azt nem tudom mit csinálunk, majd meglátjuk. Úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép nap, ugyanap, hogy legalább jó estét szeretnék kívánni, de attól függ, hogy mikor nézitek, hogy szoktam mondani. Sziasztok! Na te is köszönj szépen! Sziasztok! Na szervusz! Nézd, milyen nagy melleid vannak! Olyan izmos vagy! Mindél, csak én takarom. Na minden, sziasztok!